Az egészségház az egyik, amit hamarosan felújítanak Nyírmihányliban. A háziorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat működik itt. A település a topos források között nyert pénzt az épület rendbetételére. A munkálatokat jövő tavasszal kezdik el. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére is sikeresen pályáztak, Nyírgelsével közösen pedig ivóvíz minőségjavító projekt kezdődik. A céljaink között szerepel az, hogy a teljes vízműtelepet felújítjuk, egy második ivóvíz kutat fúrunk az ellátás biztonsága érdekében, mert jelenleg ugye egy ivóvízkút üzemel, ugye hogyha azzal valami probléma van, akkor gyakorlatilag Nyírges és Nyírmihályban is leállna az ivóvízellátás, tehát mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy egy második kút legyen fúrva, illetve egy alacsony tározónak az építése, ami szintén az ivóvíz minőség, vagy az ivóvíz szolgáltatásnak a minőségét javítaná. Ezen kívül nyilván a szolgáltató is szakmailag ezeket alátámasztotta, illetve megnézte, hogy mire van szüksége. Tehát jelenleg a Debreceni Vízmű ZRT a szolgáltatója a két településen, az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatásnak. Ők gyakorlatilag a szivattyúk cseréjére és a tulajdonképpen a vízműtelepnek a teljes rekonstrukcióra, felújítására adtak javaslatot. A társadalmi felzárkóztatást is folytatnák Nyírmihályban. Az előző program már véget ért, a folytatásra szintén pályáztak. Van benne infrastruktúrális fejlesztés is egy kisebb része, illetve a képzések vannak benne. Egyrészt azoknak az alacsony társadalmi helyzetben, illetve rossz társadalmi helyzetben lévő embereknek, akik mindenképpen felzárkóztatásra szorulnak, illetve segítségre szorulnak. Gyakorlatilag közösségi programok, rendezvények, és egy kötelező infrastruktúrális része is van, ami azt jelenti, hogy a korábbiban is építettünk egy csillagpontházat, illetve egy csillagházat, tehát ezek elsősorban a közösségi térként szolgálnak a település lakói számára. A belterületi kerékpárút megépítésére sikerrel pályázott Nyírmihályi, a biciklis útatérségben meglévő hálózatra csatlakozik majd. A kivitelezés várhatóan jövő évben kezdődik.